Kevesebb buszjárattal indult az őszi időszak Pécset, mint a korábbi években. Sok helyen, így a Mecsek oldalon is ritkábban járnak a tüke buszjárművei, mondja a belváros képviselője. Ennek az okait nem tudjuk pontosan, mert itt nagyon sok idős ember is él, akik használnák a buszokat, meg fiatalok, egyetemisták, akik szintén, tehát itt volna bőven rá igény. Valami oknál fogva azt a kérésünket, hogy állítsák vissza a korábbi menetrendet, ezt még mindig nem sikerült teljesíteni. Nagyon sok panasz van emiatt. Én azt gondolom, hogy a megoldás az nem az, hogy csökkentjük a buszjáratokat, hanem ahol kevesebben használják, oda kisebb buszokat kell küldeni. Azért ez nem egy csillagászati kérdés. Több buszjárattal csökkenthető az autóforgalom, így a levegő minőségen is javítani lehetne, mondja Kővári János. Szerinte az sem jó irány, hogy októbertől drágulnak a jegyárak. Ez sem abba az irányba vezet, hogy az emberek buszra üljenek. Itt ezt újra kellene gondolni, mind a bérlet, mind a jegyárakat mérsékelni kellene, és persze pontos járatok is kellene, megfelelő járatok is ahhoz, hogy visszaszokjunk a buszokra, amire egyébként a következő időkben azért is szükség lesz, mert a benzin ára ugye egyre nagyobb lesz, meg egyéb kiadása is vannak egy családnak, tehát nyilván meg kell gondolni, hogy autót használnak, vagy éppen busszal közlekednek inkább. Még nyár elején adott ki közleményt a pécsi városvezetés, hogy a buszközlekedés megnövekedett költségei miatt változtat az eddigi őszi menetrenden. Így kevesebb járatot indítanak, illetve a jegyárak növelésével akarnak nagyobb bevételt biztosítani a városi buszos cégnek.